Idén három témában hirdetett pályázatot a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda. Ebben az évben három témában hirdettük meg a pályázatot. Az első téma a kunhímzések, a tűbefűzött gondolatok, a második téma a helyi értékeink voltak, karcogikumok néven, a harmadik pályázati lehetőség pedig a családfakutatás volt. Ebben az évben nagy örömünkre 25 pályamunka érkezett, ebből 22 írásos, 3 pedig rajzos családfa. 3 iskolából érkezett pályázat, ebben az évben érdekessége volt a pályázatunknak, hogy a középiskolásokra is kiterjesztettük, és hála Istennek egy középiskolából is érkezett nagyon szép pályázat. 3 iskola, amelyik pályázott, a Nagy Kun Református Általános Iskola, a Varró István Technikum és szakképzőiskola, a harmadik pedig a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda. A zsűri dr. Eskovács Ilona néprajz kutató, akinek a kunhímzéses témában 2 könyve is megjelent az elmúlt időszakban, dr. Kasuba Jánosné az iskola nyugalmazott könyvtáros tanára, aki a családfa kutatásával foglalkozott mélyebben, és az ő nevéhez fűződik a helyi értékeket megteremtő gyűjtemény is. A harmadik csoportba tartozó pályaműveket Rapi Lajosné az iskola nyugdíjas történelem tanára értékelte. A beérkezett pályázatokat, mint ahogyan a több száz pályázatot, amit őrzünk már itt az iskolai könyvtárunkban fogjuk elhelyezni, és itt szeretném elmondani, hogy ezek a pályázatok további kutatásra felhasználhatók. Több alkalommal kerestek már meg bennünket helytörténettel foglalkozó kutatók, akiknek örömmel bocsájtottuk rendelkezésére a helytörténeti pályázatainkat. A gyermekek munkáját a pedagógusok és a szülők is segítették. Én tisztelettel szeretném megköszönni, hiszen tudjuk azt, hogy a mai világban egyre nehezebb könyvek mellé leültetni a gyerekeket, és olyan terjedelmes pályamunkát elkészíteni, mint amelyek készültek. Ebben nagy szerepe van a mentoráló pedagógusoknak, akiknek nagy hálával tartozunk, illetve a szülőknek, akik buzdítják a gyerekeket, és segítik őket eljutni a különböző riportalanyokhoz, illetve saját maguk is, amit ők már összegyűjtöttek a gyerekek rendelkezésére bocsátják, és természetesen köszönettel tartozunk azoknak a közintézményeknek, amelyek segítik a gyerekeket ebben a kutatómunkában. Elmondhatjuk, hogy az idei pályázat sikeres volt. Nagyon sikeres volt, én úgy gondolom, hiszen az előző években azért érezhettük azt, hogy kevesebb pályamunka érkezett. Most zárva volt a könyvtár, tehát tulajdonképpen azért volt akadály abban, hogy a gyerekek kutatómunkát végezhessenek, de a 25 pályázó ezt nagyszerűen leküzdötte, és csodálatos pályázatokat nyújtottak be, amelyeket itt helyezünk majd el az iskolai könyvtárunkban. Kiemelt aranyminősítést kapott a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvodából Varga Jázmin Róza 7. A-osztályos tanuló és Márki Flóra 7. A-osztályos tanuló. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvodából Bodnár Levente 6. osztályos, Kis Zsigmond 6. osztályos, a KSC Varró István Technikum szakképzőiskola és kollégiumból Tóth Zsófia 10. osztályos tanuló. Aranyminősítést vehetett át a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvodából Újvári Regina 8. A, Nagy Bence 6. osztály, Bujdosó Sarolta 7. B, Lacik Boglárka 8. B, Kovács Luisa 8. B és Márki Bálint 5. B osztályos tanuló. Az egyik kiemelt aranyminősítést a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvodából Márki Flóra 7. A osztályos tanuló kapta, aki családfakutatást végzett. Először is az édesapámmal beszélgettem, aki több mint 10 éve kutatja a családunkat, utána pedig az interneten kerestem utána, hogy mi is pontosan a családfakutatás. És nehéz volt? Nehéz feladat és kitartást igényel, de megéri. És anyukád, apukád, a családját is végigkutattad? Igen, mindkét apai és anyai ágon is kutattam a családunkat. És meddig tudtál visszamenni? Az 1700-as évek elejéig. Hát akkor tényleg nagyon sokat kutattál. Körülbelül mennyi időt szántál erre, ez hány hét alatt lett meg? Körülbelül 2-3 hét alatt állt össze az egész dolgozat. És amikor megmutattad apának, ő is talált benne új dolgokat, hogy még ezt ő sem találta meg, és így örült, hogy hozzáfogtál?
Nem talált benne új dolgokat, mivel interjút készítettem vele, és ezért ő segített az elkészítésben. És mi lesz a sorsa ennek? Hát gondolom, hogy ezt most beadtad, az itt marad az iskolai gyűjteménybe, de esetleg a családnak elkészített több példányban? Igen, több példányt is kinyomtattunk, hogy majd később vissza tudjuk olvasni. És mondjuk mit tudtál meg, amit mondjuk apa sem tudott, és számodra mondjuk a anyukád rokonságából találtál új dolgokat? Ami nekem érdekes volt, hogy van nemesi ősünk is, és ez számomra nagyon érdekes információ volt. Több pályázaton vettél már részt. Most a három témából éppen emiatt, hogy érdekelt a családod, azért kutattad ezt? Igen, ezért kezdtem bele, mert nagyon érdekelt. És amikor megtudtad az eredményhirdetésen, hogy mit értél el, örültél? Nagyon örültem, mert rengeteg munka volt benne is, és tényleg nagyon sokáig dolgoztunk ezzel. És kinek mondtad el? Először a szüleimnek mondtam. Gondolom, hogy akkor ők is örültek. Igen, nagyon nagy volt az öröm. És számodra mit jelentett ez az elmúlt egy hónap, amíg kutattál? Sok érdekességet vehetem felfedezni, és sok mindent megtudtam a múltról. Aki mondjuk szeretné elkezdeni veled korú, és úgy gondolja, hogy akkor most ő is hozzákezd, mit tanácsolsz neki? Először a rokonokkal való beszélgetés, hiszen az nagyon fontos, és abból is több információt meg lehet tudni, és az internetről is. Például meg lehet nézni rengeteg anyakönyvi kivonatot, és onnan rengeteg anyagot lehet gyűjteni. Kiemelt arany minősítést kapott a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvodából Varga Jázmér Róza 7. A osztályos tanuló, aki a kunhímzéssel foglalkozott. A tűvészén a varázsa a kunhímzés. Mit tudtál előtte a kunhímzésről? Hogy létezik, illetve eltér a többi kunhímzőtájtól. Tehát a karcagi jellegzetességekre, és itt hogyan kutattad? Először elkezdtem feldolgozni Eskovács Ilona a kunhímzéses párna végek című könyvét, aztán úgy gondoltam, hogy szeretném kiemelni valahogy a többi pályamű közül, ezért édesanyám segítségével felkerestem dr. Saliga Viktóriát, akin keresztül pedig a Táncoló Tulipán kunhímző csoporthoz is eljutottam. És hogy tetszenek a karcagi kunhímzések? Nagyon tetszik, illetve majd a nyári szünetben szeretném én is megtanulni. Egyébként mesélj egy picit annak, aki nem tudja, hogy milyen jellegzetességei vannak a kunhímzésnek. Általában több, hogyha virágmintája van, akkor több szirom sor van, általában 6-8 kazettás elve is van, illetve indás elve is van. Az indás elve az a török hímzésből jött át a kunhímzésbe. És hát gondolom, hogy azért annak is utána néztél, hogy régen milyen fonalból és hogyan színezték a fonalakat, ma már azért a technika is fejlődött, erről mit tudsz? A növényekkel színezték be a fonalakat. Ma pedig már azért a nagy üzemben sokkal egyszerűbb. Mondtad, hogy néztél mintákat is. Hogy gondolod, nehéz lesz ezt megtanulnod? Igen, nagyon. És miért? Mert nagyon aprólékos munka, nagyon oda kell figyelni. Van kedvenc egyébként olyan mintád, mondjuk a tulipán vagy a rózsa, melyik tetszik legjobban? A kazettások. És ugye abba több minta is szerepelhet. Mondtad, hogy el fogod kezdeni, gondolom, nagy Páli Pádár Ágnesék a tulipános csoportjában, de hogyan kezdesz hozzá? Nagy lelkesedéssel, és mondtad, hogy azért sok mindent megnéztél már, tehát az alapokat tudod. Igen, tudom az alapokat nagyjából, és ugye most már van kapcsolata a kunhímző csoporttal is, és akkor így szeretném majd elkezdeni. És amikor megtudtad, hogy kiemelt aranyat kaptál, mit éreztél? Nagyon örültem neki. Korábbi években is pályáztál? Igen, ötödiktől. És akkor is ilyen sikeres voltál? Ötödikben bronz minősítést kaptam, hatodikban kiemelt aranyat, és ugye hetedikben is szintén azt. Sorolta Jázmin, akinek nagyon tetszenek a kunhímzések, a nyári szünetben szeretné is megtanulni.